Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2024. július 5-én, pénteken pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Mozgalmas nyara lesz a helyi szlovákoknak. 12-en tettek nyelvvizsgát ebben az évben a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájában. Megkezdődött a nyári úszótáborok sora a kiskörösi Rónaszéki fürdőben. A kiskörösi szlovákság nem csak az őszi, téli és tavaszi hónapokban dolgozik a helyi közösségekért, de nyáron is tevékenyen élik a mindennapjaikat. Hétvégén Kiskörös testvérvárosába, a szlovákiai Naszvadra utaznak, ahol Arató fesztivált tartanak. Mozgalmasan telnek majd a nyári hónapok is a kiskörösi szlovákság életében, most hétvégén testvérvárosunkban, Naszvadon Arató fesztiválon vesznek részt. Az Arató csapatunk élén Csővári János áll, aki a kaszásunk lesz, hát ő a legfontosabb szerepet játsza, mert hát nagyon szép rendben tud kaszálni, utána könnyebb a markot is szedni, és hát természetesen azt a szokásrendszert is felelevenítjük, hogy azért meg is kínálták az aratókat, úgyhogy jófajta kiskörösi rétest és borocskát viszünk magunkkal. Ez szintén az aratásnak egyik kelléke lesz, mert megvendégeljük, ugyanis ez egy nemzetközi szintű fesztivál lesz. Részt fognak venni csehek, lengyelek, osztrákok, erdélyiek, észak-magyarországi településekről érkezők, úgyhogy 200 fős vendégserege lesz. A kiskörösi szlovák nemzetiségi önkormányzat augusztus 5-től 9-ig idén is megszervezi gyermektáborát a Tájházban. Nagyon-nagyon várjuk ezt is, mert egyrészt a gyerekek közül sokan a régiek, de természetesen mindig az elmenők helyett, akik már a korukat betöltik, azok helyett újak érkeznek, úgyhogy, és nagyon-nagyon várjuk azt, hogy korábban említettem a választásokkal kapcsolatban, hogy fontos számunkra, hogy az ifjúság bekapcsolódjon, és megélje, nem csak, hogy elméletben tudja, hanem meg is élje a szokásrendszerünket, ott alkalmuk nyílik akár a tradicionális ételek készítésére, és természetesen minden évben a tábornak van egy fontos programja, ami alapján indul. Tavaly a csipke készítés volt, illetve ezért jártunk Kiskunhalason a csipkeházban, a Csipke Múzeumban. Most idén a népművészeti motívumok fognak helyet kapni. Ahogy véget ér a nyári tábor, egy szlovák delegáció Mátra Szent Imrére, a három templom ünnepére látogat el. Az egyik templom felújítása befejeződött, így az újra szentelésnek ünnepén vesznek majd részt. Kiskörösről mi úgy gondoljuk, hogy a szokásos kis székek, illetve húsos káposztánkat, a szlovák húsos káposztánkat, amit a Csövi tud egyedi módon készíteni, bemutatjuk. Ugyanis a főzőverseny keretében majd kis jegyecskéket fogunk osztani, és ennek a bevétele az a három templom javára fog történni. A Mátra Szent Imrei látogatás után pedig már a kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napokra készül a helyi szlovákság. Hasonló módon, mint ahogy eddig is, a Strapacska udvart szeretnénk ugyanúgy működtetni, ahogyan eddig tettük, úgyhogy mindenki megelégedésére, mert már sokan kérdezték, hogy lesz-e idén, persze, hogy lesz, hogy ne lenne Strapacska, anélkül nem zajlik az ünnep, és a kulturális programok legfőképpen, de idén több szlovák településről várunk vendéget, mint ahogyan eddig, ugyanis kérték ők maguk, hogy hadd jöhessenek el, és akkor így különböző gasztronómiai különlegességeket fogunk megkóstolni, amit mi kiskörösi szlovákok nem ismerünk. A kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napokra viszont látogatásra érkezik a szlovákiai Naszvad delegációja is, ahol a kiskörösiek most hétvégén Arató fesztiválon vesznek részt. 12-en tettek nyelvvizsgát ebben az évben a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájának 8-os diákjai közül. 8-an az alap, 4-en pedig a középfokú nyelvvizsgát is teljesítették. Több éve már, hogy a tanév végén sikeres közép- vagy pedig alapfokú nyelvvizsgákról adhatunk hírt a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájából.
Az angol nyelvvizsgákra való iskolai felkészítés igen összetett feladatát Verebélyiné Turán Zsuzsanna tanárnő vállalta magára, akinek ebben a tanévben egyszerre volt nagyon könnyű, ugyanakkor hihetetlenül nehéz feladatai is. Nagyon sokan jártak külön órára, és éppen ezért nehéz volt kiválasztani, vagy eldönteni azt, hogy hogy is csináljam ezt idén, mert az eddigi években ebből nem volt gond. Mindig olyan diákokat választottam, akik nem jártak külön órára, hogy tényleg lássuk, hogy az ő tudásuk, az én segítségem mit hoz ki egy jó fél év alatt. De most ez így nehéz volt, mert nagyon sok gyerek készült már rá, és abban biztos voltam, hogy nem szeretnék abba a munkába belenyúlni, amit ők külön már elvégeztek, vagy el akarnak végezni a külön tanárral, ezért 5 olyan diákot választottam, akiről tudtam, hogy az általános iskolai tanulmányaik alatt nem jártak külön tanárhoz. Végül a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájának 2023-24-es tanév végén ballagó diákjai közül 12-en tettek alap- vagy középfokú nyelvvizsgát ebben az évben. Nekem a 17 csoportban lévő gyerekemet minden egyes órán 3 csoportba kellett, hogy foglalkoztassam. Ugyanis voltak azok, akiket én készítek középfokra, voltak azok, akik külön tanárral készültek, de nyilván előrébb voltak, mint az összes többi, és a többi gyereket pedig alapfokú nyelvvizsgára kezdtem el készíteni. Tehát a heti 5 óra az úgy nézett ki, hogy mindig 3 felé kellett gondolkodnom, hogy mindenkinek tudjak feladatot adni, amiket természetesen le is ellenőriztünk, megbeszéltük, de azért ez egy őrült munka volt. Nem biztos, hogy ezt még egyszer bevállalom egyébként, most már tudom. Nagyon nagy vállalás volt ez részemről. De igyekeztem a külön tanáros, vagy hát aki külön tanárhoz jár, azoknak a munkáját is segíteni, nem pedig belekontárkodni. Én remélem, hogy nem is tettem semmi rosszat ezzel kapcsolatban. Nekik is olyan feladatokat adtam, leellenőriztük, és szerintem ők is szépen haladtak, hiszen a többi diák az onnan került ki. Tehát tulajdonképpen a 8-ból másik 3 középfokú C-típusú nyelvvizsgát csinált meg, 2 tanulónak sikerült a középfokú, de szóbeli, ott az írásbeli nincsen meg, és akkor 3, pontosabban 4 tanuló pedig az alapfokú nyelvvizsgára ment el, és ezen teljesítettek igen szépen. A pedagógus szerint egy ilyen siker eléréséhez elsősorban a tanulónak kell elhatároznia magát, ezért Verebélyiné Turán Zsuzsanna még szeptemberben beszélt diákjaival, hogy látja bennük a potenciált. Egy hétvége gondolkodási időt hagyott nekik, hiszen tudta, hogy mennyi gyakorlással és plusz otthoni felkészüléssel jár majd a nyelvvizsga letétele. Érdekes tény, hogy a Kevi általános iskolájában évek óta főleg a fiúk vállalják a középfokú nyelvvizsgára való felkészülést, lányok csak elvétve akadnak. 3 éve volt az első csoport, akivel nekiugrottunk ennek, ott volt egy lány. A tavalyiban szintén egy lány, a mostaniban egyetlen egy lány sincs. Szerintem a fiúk talpra esettebbek ebben a korban. Bátrabbak, az új helyzetektől nem rémülnek meg, egy lány sokkal inkább a szorgalmával éri el azt, amit elér, és ez most itt a középfoknál még nem biztos, hogy elég. Lehet, hogy elég lenne, ha lenne bennük is az a fajta bátorság, az a fajta lazaság, ami mondjuk ahhoz kell, hogyha lehet, hogy nem tudom azt a tételt, de bátor vagyok, aztán megpróbálok beszélgetni. A fiúk szerintem több játékot játszanak, aminek a nyelve az angol, aztán jobban mernek kommunikálni. Mondom, ha nem is pontos az, amit mondanak, de ők elmerik mondani. Én egy lányban azt látom, hogy sokkal több a gátlás. Ők arra törekednek, hogy amit mondanak, azt jól mondják, és ha nem tudják jól kifejezni, akkor inkább nem mukkannak meg, és ez a nyelvvizsgán nem jó. Verebélyiné Turán Zsuzsanna elmondta, hogy jövőre nem tervez nyelvvizsga felkészítő csoportot indítani, hiszen a szeptemberben 8. évfolyamot kezdő diákok közül jelenleg az alapcsoportot tanítja heti 3 órában, mely nem biztosít arra lehetőséget, hogy nyelvvizsgára kezdje el felkészítésüket. 3 délelőttön keresztül tartott saktábort Kalmár Benedek a Petőfi Sándor Művelődési Központban. A tábor iránt az idei évben alacsonyabb volt az érdeklődés a gyermekek körében, hiszen csak nemrégiben ért véget a tanév.
Kalmár Benedek, a Kiskörösi Sakklub vezetője 1980 óta foglalkozik sakkoktatással. A szülők kérésére immáron hetedik alkalommal szervezett háromnapos sakktábort a Petőfi Sándor Művelődési Központban július 1-e és 3-a között. A 9 órától délig tartó foglalkozásokon kezdő és haladó sakkozókat tanított az alapokra és a fortélyokra. Azonban az idei évben sajnos kevesebb jelentkezője volt a sakktábornak. Általában többen szoktunk itt lenni, mint amúgy, csak az iskola vége nagyon elhúzódott, június végéig iskola volt, hát eléggé elfáradtak a gyerekek, és hát a sakktáborba csak a legszívósabbak jöttek, de holnapi nap folyamán már többen jönnek, mert hát a gyerekeknek is pihenni kell végeredményben, mert nem igen tudtak pihenni, és a különböző táborok is erre az időszakra szerveződtek, sokan elmentek a keresztény táborokba, akkor angol táborba, német táborba, különböző regionális táborokba. Ez azért is fontos, mert az előző évben több versenyen is részt vettek a gyerekek, ahol igen szép eredményeket értek el a diákok. Mindig a legrangosabb verseny a megyei diákolimpia. Itt a csapatban, a megyei diákolimpián a Bemiskola az negyedik lett a megyei diákolimpián, a felső tagozat pedig harmadik helyezést ért el. Szépen játszottak, a különböző régiós versenyeken is szép helyezést értek el, többek között a Kis István sakkozónk, a Polankovics Zsombor szintén nagyon jól játszott. A sakknak nagy a jelentősége a gyerekek fejlődésében, hiszen sok területen pozitív hatása van a gondolkodásra. A gyorsaság mellett a kitartást is jól fejleszti, hiszen a folyamatos gyakorlással növekszik a tudásuk. A sakk az egy kreatív játék, állandóan készteti őket arra, hogy újabb és újabb dolgokat fedezzenek föl maguk körül, és jobban tanuljanak. Általában a sakkozók, hogy megfigyeltem, általában jeles kitűnő tanulók. A tábor jó kedvel és élménnyel teli játszmákkal telt mindenki számára. A sporták kedvelőinek egy jó hírrel is szolgált a sakklub vezetője, ugyanis szeptembertől újra elkezdődik a sakkszakkör minden csütörtök délután, 16 óra 15-től, ahová minden érdeklődő gyermeket szeretettel vár. A tavalyi könyvhétre jelent meg Komlós Kinga kétrészes sorozatának első kötete a Szerelem luxus kivitelben, amely Chicagóban játszódik. A második részben, amelyet az idei könyvhéten mutatott be az olvasóknak, folytatódik a történet, de már Kentuckyban játszódnak az események. A városunkban élő írónőnek, Komlós Kingának idén jelent meg a hetedik kötete. A legelsőt még fogadásból írta egyetemista korában. Az azóta megjelent 6 könyve azonban meghozta a számára sikert. Januárban le is adtam a kiadóhoz, ugye szerkesztésre, nyomdai munkálatok ilyenkor elkészülnek, és akkor a 95. ünnepi könyvhétre, tehát 2 héttel ezelőtt jelent meg a legújabb könyvem, ez a Szerelem luxus kivitelben, második része, ami a Kentucky alcímet kapta. Kinga első könyvsorozata a 3 kötetes eszement alkúk romantikus krimi történet volt. A Szerelem luxus kivitelben című mostani kétrészes sorozatának első kötete Chicagóban játszódik, a második befejező kötetben a sorsuk Kentuckyba sodorja a szereplőket. Ez is romantikus, ebbe már úgy kicsit ilyen mélyebb dolgokba is belementem, inkább ilyen drámai dolgok is vannak benne, ugye, mert itt szó van ilyen besátültetésről, meg mindenféle dologról, úgyhogy egy kicsit ez ilyen érzékenyebb téma volt. Kinga június 15-én az ünnepi könyvhét keretében Budapesten a Vigadó téren dedikálta a most megjelent 7. kötetét. Nagyon felemelő, amikor régi olvasókkal is találkozok, újakkal, meg az is, hogy a szerzőtársakkal is ilyenkor jobban tudunk ugye találkozni, meg a kiadó munkatársaival, de hogy új szerzőtársaim is vannak, és hogy velük is megismerkedhettem. Kinga a kezdetektől az első könyv kiadójánál, a Gyémánt Felhő kiadónál van. Ők adták ki mind a 7 könyvét. Nagyon jó kapcsolatot ápol velük. 2020-ban és 2021-ben Dugonics András irodalmi díjat nyert, 2022-ben Gyémántól díjas szerző lett. Amikor Kingát arról kérdeztük, hogy most mind dolgozik, elmondta, hogy az első kötetét, a Szerelem Dominikánt szeretné kicsit átdolgozva újra kiadni.
Most a Dominikánra szeretnék koncentrálni, hogy azt egy kicsit kibővíteni, átíratni, és akkor vagy idén, vagy lehet, hogy csak jövőre akkor azt kiadatni. Komlós Kinga írónő Kiskörösön is szeretné bemutatni új könyvét, a Szerelem luxus kivitelbent. Augusztus 1-én 17 órakor a könyvtárban író-olvasó találkozó lesz, ahová Kinga nagy szeretettel várja olvasóit és az érdeklődőket. Idén is a kiskörösi Rónaszékifürdő ad otthont a már hagyományá vált úszótáboroknak a nyári időszakban, melyekre most is nagy az érdeklődés. A már hagyománnyá vált úszótáboroknak idén is a kiskörösi Rónaszéki fürdő ad otthont a nyár folyamán, melyekre most is nagy volt az érdeklődés. A napi program úgy áll össze, hogy reggel 8-kor gyülekezünk, van egy kis ilyen átmozgatás, megvárjuk, hogy mindenki megérkezzen, kis reggelit esetleg el lehet fogyasztani, és olyan 9 óra fele öltözünk át, megyünk be a benti tanúszodába, és akkor ott van egy ilyen másfél-két órás foglalkozás, külön a kezdőknek egy csoport, középhaladó-haladóknak. A délelőtti programokat az ebéd követi a fürdő közvetlen szomszédságában, ami elfogyasztása után egy csendes pihenőt tartanak, majd a kora délutáni órákban ismételten nekilátnak a tábori programoknak. Most a héten, ha jól lévő, 29-en vannak. Ebben van, aki csak az úszásra jön, van, aki táborral és az úszással összekötve, mert azt is hirdettük, hogy aki nem szeretne még táboroztatni, kisebbeket, ők mondjuk csak délelőtt vagy délután jönnek csak úszásra. A tábor alatt a gyerekek elsajátíthatják a különböző úszásnemek helyes technikáit, mint például mellúszás, gyorsúszást, de az ügyesebbek már a hátúszást és a pillangóúszást is gyakorolhatják. Eddig a legnagyobb élményem az volt, hogy kijöttünk a kinti medencébe, és itt tudtunk játszani, meg András bácsival tudtunk fogócskázni, meg nekem nincs így kedvencem egy táborba se, hanem nekem minden nap egy nagy élvezet. A tábor programjait úgy alakítják, hogy a sok mozgással egybekötött programok kapják a főszerepet. A következő úszótábor július 8-ától 12-éig kerül majd megrendezésre Horváth András és Miszlai Orsolya felügyelete mellett. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. Mozgalmas nyara lesz a helyi szlovákoknak. 12-en tettek nyelvvizsgát ebben az évben a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájában. 3 délelőttön keresztül tartott saktábort Kalmár Benedek. Megjelent Komlós Kinga legújabb könyve. Megkezdődött a nyári úszótáborok sora a kiskörösi Rónaszéki fürdőben. Kedves nézőink, minden munkatársam nevében megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Legközelebb új összeállítással hétfőn 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor és holnap reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a Kiskörös TV közösségi média felületein. A híradót követően az Erdei Utakon című magazin műsort tekinthetik meg. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket hétfőn is. Viszontlátásra!